Szeretnénk folytatni Miskolcon az Egerben elkezdett pontgyűjtést. Tehát azért ez egy elég hosszú és nehéz versenynek ígérkezik. Ugye most a prologgal veszi kezdetét. Nagyon sokan kilátogattak, most az előbb körbenéztünk. Megpróbálunk egy kicsit látványosan autózni, nézőket és saját magunkat is szórakoztatni. Tehát holnap nagyon korán kezdődik a verseny. 7 óra, 8 környékén már kint leszünk a gyorsáikon. Az időjárás előrejelzés az ilyen 40%-tól 70%-ig írja a csapadékot holnapra, egész napra. Tehát az a klasszikus vagy fog esni, vagy nem. Szerintem ez nagyban meg fogja határozni, és eldönti a verseny kimenetelét, hogy a gumitaktikázás az kinek fog kedvezni. Mi se tudjuk még, hogy milyen gumikkal fogunk menni. Reggelre halasztottuk a döntést. Valószínű, hogy már reggel vizesek lesznek a pályák, úgyhogy valamilyen intermédia, vagy valami vízgumival kell menni.
úgy kezdtük ezt a mai napot, ahogy elterveztük. Az első körünk az igazából, hát azt nagyon eldobnánk, hogyha el lehetne. Ott kezdődött a probléma, hogy megbeszéltük, hogy Egerben nagyon puha volt az autó, és rákeményítettünk a futóműre. A vastag stabilizátort is bent hagytuk, és ez ugye esett ma az eső, főleg a reggeli órákban. Emellé Bükszent Lászlón begyűjtöttünk egy bal első defektet, kb. 4. kilométeren, tehát már ott bespájzoltunk nagyon sokat. Ugye pótkeréknek stick volt nálunk, úgyhogy azt felraktuk. Az egy stick és az a betonkemény futómű az kezelhetetlené tette a szakadó esőbe az autót. Úgyhogy ott az első körön 2 percet sikerült ezáltal bespájzolnunk. Borzasztó volt, életveszély volt az autóval menni, annyira csúszott és kiszámíthatatlan volt. Próbáltunk ugye inkább a nézőknek autózni, ha már gyorsan nem tudunk menni, akkor talán kicsit látványosabban. Majd az első kör után a szervizbe orvosoltuk a problémát, puhítottunk nagyon sokat a futóművön, felraktunk intermédia gumikat. Hát és akkor onnantól igazából rendben volt minden. Jó időket is mentünk, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kezes bárány lett az autó. Tehát ég és föld volt az első körbe és a második, harmadik körbe. Hát ugye a 7. helyről kezdtünk ezáltal reggel, a 3. helyig tudtunk feljönni, úgyhogy sok pontot tudunk azért hazavinni a bajnokság szempontjából, ez mindenképpen jó. Ahogy most itt számogatjuk, még vezetjük a bajnokságot.